hogy ha megtalálnak ilyen föld alatti járatokat, hogy menekülést biztosít. Tehát általában úgy szokott lenni, hogy középkorban, de még az 1600-as években is, tehát amikor tatárdulás volt, a török segédcsapatai jöttek, ezen a területen nem nagyon voltak, de például Erdélyben voltak, itt inkább rácokkal végeztették a piszkos munkát, akkor a templom volt az utolsó menedék, tehát oda jöttek be, és ha azt is rájuk törték, tehát itt is végveszedelem volt, akkor szépen lejöttek, és akkor itt el tudtak föld alatt menekülni. Tehát ezeknek biztos, hogy volt egy ilyen védelmi funkciójuk, de én azt hiszem, hogy ennél sokkal több is volt. Tehát ha ez csak ilyen célt szolgált volna, akkor nem vezették volna az oltár alá. Igen. Tehát ha egyszer az oltár alá is vezetik, akkor az azt jelenti, hogy ennek valamilyen más egyelőre nem tisztázott. Tehát éppen ezt szeretnénk tisztázni, hogy most rendben vagy nagyjából sejtjük, vagy jó részt, hát meg is maradt máig, hogy mi volt a föld felszínén. Tehát mi zajlott le egy templomban a föld felszínén. De hogy a föld alatti része mi zajlott le, arról szinte semmit nem tudunk. Tehát beszélünk altemplomokról, beszélünk kriptákról, de azt nem tudjuk, hogy lényegében ott mi zajlott. Tehát általában azt mondjuk, hogy ugyanaz, mint fönt, csak egy emelettel lejjebb, de ez nem valószínű. Tehát éppen, ha többet meg akarunk tudni arról, akkor kellene az ilyeneket nagyon is megóvni, mert itt egy föld alatti erőnek az oltára való megszentelése, hát most nagyon nagy kör, vagy kinagyolva ezt így tudnám megfogalmazni, meg különben nem vezetne az oltár alá. Márpedig hiába barokk a templom, ezek a barokkori megnagyobbítások, ha mást nem is, de a szentét mindig meghagyták az eredeti helyén, mert az oltár az egy szent helyen volt. Tehát azt még esetleg kicsit átalakíthatták barokk formákra, de nagyon gyakran meg is hagyták a gótikus vagy a románkori formában. És azt nyugat felé, tehát ahol a közönség, a beavatatlanok helyezkednek el, ott nagyobbították, és ott építették újra, ha újraépítették. De a szentély helyén maradt, és az oltár meg kifejezetten a helyén szokott maradni. Tehát ami a oltár alá vezetés régebbi, az azt jelenti, hogy egy rítusnak lehet a helyszíne, a felvonulási tere. Tehát azt jelenti, hogy kell számolnunk egy föld alatt zajló rituális szertartással is, ami egyelőre egyáltalán nem jelentkezik a szakirodalomban. De az egyháziban sem. Tehát nem csak a világiban, az építészet történetiben. Pedig nagyon sok a nyom rá. És az, hogy ma el akarja tüntetni ezt a világi hatalom is, meg az egyház is, az arra van, hogy nem tud vele mit kezdeni. Tehát ő már megírta maga művészet történetét, ő már megírta maga vallás történetét, abban nem fér bele, tehát tűnjön el. Mert sajnos ez a helyzet. Hát igen. De a kis faluban mi lehetett az a szent hely? Hát ez... magának a szántónak a nevében nem csak a szántó van, amikor szántó, hanem a szent is. Tehát ezt még már észre kellett volna venni. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenképpen szent hely volt szántó. Most, hogy miért nem? Hát például az Özséb miatt. A Boldog Özséb azért mégiscsak szántóhoz kapcsolódik. Tehát ez azt jelenti, hogy hát ő, mint remete, tehát szabadban, hosszan, elmélyülten tartózkodó, nyilvánvalóan érzékeny volt azokra a földsugárzásokra, amiket mi ma műszeresen, vagy hát most már van, aki ugye nem csak műszerre, hanem saját kézrátéttel is érez. Na most ezek között nem csak, hát hogy mondjam, leépítő jellegek vannak, mint amilyen a vízér, meg amilyen a hartmásugárzás, hanem vannak olyanok, amiket úgy szoktak nevezni, hogy szökőkútszerű, és ilyenek fölé emelték a szentélyeket. Tehát ezek jótékony sugárzások. Érdekes, hogy ezt például ma alig tartják számon. Tehát aki sugárzások foglalkozik, az szinte csak a negatív sugárzásokat tartja nyilván. És azokat próbál hatástalanítani. Pedig, akik ilyennel foglalkoztak, én egy történetesen osztrák kutatónak több évtizedes kutatás utáni összegezett beszámolóját, ez egy könyv. Olvastam, ahol végigjárta Írországtól Rómáig, tehát Rómában magában is, az összes számon tartott nagy szent helyet, tehát a legfontosabbakat, egy Chartres, egy Reimset, egy mondjuk a Szent Clementét Rómában. És mindenütt azt tapasztalta, hogy ahol az oltár van, ott ez a bizonyos szökőkútszerű jótékony sugárzás van, kivétel nélkül. És ezt egészen az őskor késő szakaszától ki tudtam mutatni, folyamatosan.
Tehát a San Clemente Bazilikában például az egy elég híres jelenkori temploma is Rómának. Ott megvan előtte az ókeresztény, és megvan alatta, azt hiszem, hogy Mitraeum volt, tehát a Mitrász kultusznak volt szent. Tehát mindegyik ugyanarra a helyre telepítette az oltárát. Tehát itt azt jelenti, hogy ezek egy bizonyos érzékenységi fok után egyszerűen oda vonza az embert. De Özséb tipikusan ilyen érzékenység, vagy még sokkal érzékenyebb volt. Tehát biztos vagyok benne, hogy itt a környéken, több helyen is, meg benne a Pilisben is talált ilyen helyeket, és az egyik, az én elképzelésem szerint ez lehetett. Persze ez egy feltételezés. Ez nem tény. Köszönöm, Gábor. Hát nagyon szívesen. Ha minden rendben lesz, akkor kihozzuk. Hát, szóval nem a legszerencsésebb. Itt különösen a fagy, mert ott repedések vannak, itt bele tudom. Ebben a kicsit karikatúraszerű megfogalmazásban. Tehát egy fej önmagában ez mindenképpen egy szellemiséget jelent, ami még nem öltött testet. Tehát ez az őskorban is így van, ezért van, hogy koponyákat külön beépítenek például a falba. És faragványokban is, hogy csak a fejet adják, azt jelenti, hogy az a szellemiséget idézi oda. Na most a szellemiséget általában kiteljesedett formában idézik meg, nem pedig profilban, mert a profil azt jelenti, hogy még útban van a kiteljesedés felé. A profil az mindig mozgást tartalmaz, tehát egy bizonyos irányultság. Az nem lehet, hogy a profil az alsó, és annak a profil, mint mozgás született meg a felső ábra. Igen, szóval mindenképpen egy szellemiségből születik, és annak is a legmagasabb szintjén, tehát az úgynevezett koronacsakrának a működése szintjén. Most ez két dolgot jelenthet, vagy az, hogy az ő gondolatai szülték ezt a nő alakot, már akármi van annak a kezében, a másik pedig, hogy a nő alak száll le, hogy nyugodjál már meg, bátyám. Tehát egy állandóságot, egy földi megállapodást kölcsönde neki. Tehát... Ez már itt a bolti maradványai nem voltak, itt már csak feltöltés volt. Nem volt szakítva. Ami 250 év alatt megsüllyedt, és így tudott ez a padozat beszakadni. Így igaz. Hát ez... Hát ez ilyen cserkőszerűvel a palazba is néz. Sure.